Kedves nézők, jubileumi koncertre készül az immár 50 éves Express zenekar. A stúdióban pillanatokon belül Solymostó. Hogyha nehéz volt a napod, ha egyedül vagy nagyon, jöjj el hozzám bármikor. Nálam még azt adod mindig, jobb itt, mint sehol. Jöjj hozzám, gyere gyorsan, hogyha szeretsz. Jobb, ha soha se válsz, karom úgy jön el át, hogy majd nyugtot találsz. Jöjj hozzám, gyere gyorsan, hogyha szeretsz. Jobb, ha soha se válsz, karom úgy jön el át, hogy majd nyugtot találsz. Nagyon örülök, hogy eljöttél a hatos csatornába, Tóni. Egy nagyon fontos kérdéssel kezdeném ezt az egész beszélgetést. Mikor volt utoljára korcsolya a lábadon? Korcsolya a lábamon nem olyan régen volt, egy pár évvel ezelőtt. Nemrég hagytam abba ugyanis a öreg fiúknál a jégkorongozást. Amikor fiatal srác voltam, 20 évig jégkorongoztam, akkor utána jött ugye a szakma, az utazás, a zenekar, hát akkor ez volt a fő hivatás. És a srácok, akik akkor átkerültek az ifiből az egybe, akkor azok végigjárták a világot a korcsolyával, én meg a gitárral. És ezt a öregkorunkra összekerültünk újra, Egri, Jani, Rozgonyi, a Ciglerék, a Lósoncék, mindenki. Újra összekerültünk, és akkor óriási öreg csapat szinten, hát a világ. Na de azért is kérdezem, mert nyilvánvalóan, hogy miután 50 éves az Express zenekar, és ezt nem sok zenekar mondhatja el magáról, ahhoz mindenféleképpen formában kell lenni, igen, maradni. Na most azt nagyon jól tudom, és hát emlékszem a régebbi időkre is, hogy nem csak a jégkorong, hanem próbáltál te mindent az égvilágon. Ha elkezdeném sorolni, és ne is sorold végig, eszméletlen. Most de... a golf, most a golf, kész. Mi, vadászni nem jársz? De hogy nem. Vagy az nem sport? Nem, az is van éppen. Mire lősz? Mindenre, nagyvadra, kisvadra, ami mozog, igen. De városi vadra nem lövök. Egyébként azt mondják, hogy a golf az egy nagyon kényelmes sportág, mert ugye egyet ütni, aztán sétálni, de én azt hiszem, hogy meglehetősen nehéz, hogyha valaki jól golfozik. Hát én annyi mindent tudok a golfról mondani, ha ez egy golfadás lenne, akkor nagyon szakszerűen mondanám, de így csak annyit mondok, hogy a golf egy jellemformáló, hatalmas férfi a sport. Először is nem lehet és nem érdemes csalni. Ez már egy férfinak nagyon jó. Így van. A másik pedig az, hogy azért itt egy komoly fizikai munka van, itt 6-7 kilométert menni kell, dombról föl, dombról le, mindannyiszor lehajolni a labdáért, minden ütni, és itt taktikai döntések, elhatározási kérdések, tehát itt nagyon komoly jelen formában. Beszéljünk a zenéről is? Beszéljünk. Mert hogy Express 50, ezt ugye mondtam, és december 12-én a Szimában lesz egy koncert, hát. És ennek azt hiszem nem csak az Express rajongók, mert mindig azt szokták mondani, hogy jönnek a rajongók. Igen. Nem, egyáltalán aki ismeri és szereti, igen, a magyar zenét és a magyar, igen, zenei életet, függetlenül attól, hogy kinek rajong, kinek nem, igen, az Express-t egyrészt szeretik, és másrészt nagyon jó, hogy összeállt, igen, ez a fiatal csikó csapat, így, igen, már, igen, egy, igen, kicsit, igen, idősebb, igen, korban is. Igen. Koncerteztek, felléptek mindenhol, de tulajdonképpen annak idején, mikor ti elkezdtétek öten, igen, akkor a régi tagok közül kik vannak, kik nincsenek? Hatan kezdtük, nem öten. Hát veled együtt hatan. Igen, igen, és a zenekarból egyetlen egy, aki nem játszik velünk ma a mostani koncerten, és ő már nem szeretne színpadra állni, Malek Miki. A Malek Miki, igen. Igen. Ő, és ezt a kérését tiszteletbe kell tartani, ő azt mondta, hogy ő már úgy érzi, nem színpadra való. Trombitálni már, hát én szerintem tud, de ő szerintem nem tud. Akkor meg mit csináljak ott? Meg tudjátok ti azt öten és csinálni. Akkor, tehát de muszáj tiszteletben tartani. Ott fog ülni? Hova? Hogy ne tudni? Nem, csak a Malek Mikire jutott eszem. Viszont még egy mondat a koncertről, igen, ne haragudj, hogy belebeszélek, de csak is minden egyszerre, miután 50 év, hát ezt nem lehet, igen, elmondani, igen, 15, igen, percben. Most viszont ezen a koncerten nem csak a szűk zenekar, hanem azt hiszem, hogy lesztek jó néhányan. Na most ezen a koncerten egy nagyon érdekes dolog történt. Először is ugye 50 év munkásága alatt összegyűlt annyi nóta, hogy ez valami őrület. Több mint 400 rádiófelvételünk van, de beleszámítjuk azt is, amit
A-tól Z-ig, Arackitól Záraig, az összes énekesen mindenkivel dolgoztunk, akkor több mint 1000 van a rádióban. Igen. Most ebből kiválasztani azt a 25-öt, amit egy ilyen koncerten, ez már maga egy nehéz dolog. Úgyhogy ilyenkor, na most ráadásul mi azt szerettük volna, hogy most, amikor így visszatekintünk, most olyanokat is megmutassunk, amit fiatalkorunkban el sem értünk játszani. Itt voltak olyan modern és olyan jazzrockos vagy funk is, meg mindenféle olyan irányzatok, amit akkor tőlünk nem fogadtak el, mert mindenki a Szájszáj Madárt, az Új Egy Kis Jókot, a Jöjj Hozzámot, meg ezeket akarták hallani, a Kislány Vigyázz. Tehát be voltunk nyomva abba a magyar echtes lágerzenekar skatujába. Most meg azokat a végén eljátszunk azért a koncertnek, de most van egy kis időnk arra, hogy olyanokat is eljátszunk, amit eddig nem tudtunk, mert nem mertünk, mert mindig a slágeret kellett gyorsan, aztán gyerünk tovább. De egyébként most egy kicsit kidolgoztuk ilyen kompozíciója, vannak instrumentális szólók, extra betétek, tehát most ott ül a közönség, meg kell, hogy hallgassák a jó zenét is, aztán jön majd az, amiből éltünk, tehát annak az igazi idején slágerzene. De most mind a kettő meg lesz, és nagyon, ehhez ki kellett egészíteni a zenekart, úgyhogy lesz velünk, amit az előbb kérdeztél, lesz velünk egy 8 tagú, már majdnem kamarazenekar nagyságú vonós együttes, a Monarchia zenekar, lesznek plusz fúvósaink, plusz kongás, egy plusz bassgitáros, egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges rác, szlovák, magyar gyerek, de ez azért kell, mert az Attila, Sia Attila, a pozánosunk, az egyszerre bassgitározik, meg pozánozik is. Most egy csomó bassgitározás átadott ennek a srácnak, és ő most nyugodt, boldogan fúja többiekkel a fúvós kongás. Hát, na jó, hát a mai szóval generáció, komoly produkció. A mai generáció, most úgy értem, hogy a fele annyi idősek, mint mondjuk az 50 éves Express zenekar, vagy emlékszik ezekre a dalokra, vagy nem, de inkább emlékszik, mert akkor leginkább szüleitől hallja, akár dúdolva is, de arra már nem biztos, hogy emlékszik ez a fiatalabb generáció, hogy annak idején 62-63-ban, amikor ti elindultatok, akkor, és most erről jutott eszembe, hogy 50 éves Omega, Benkó Dixieland, és aztán ti, több nincs. Igen, azt hiszem, hogy nincs. De, ha jól tudom, akkor te, amielőtt megalakult az Express, akkor csináltatok egy ilyen Dixieland Band nevű társaságot, de te a Benkóiknál játszottál, ugye? Amikor ők nyerték a Kimi Tudott 63-ban, én pont a Benkó Dixielandben játszottam, és ott banjoztam, meg bőgőztem, meg gitároztam. A Benkónál is már volt egy olyan, hogy amikor nem kibondottan a reprezentatív Dixielandet kellett játszani valamilyen nagy megmozduláson, hanem a Hess András téren már ilyen egyetemistáknak klubzenét játszottuk, akkor oda már kellett gitáros, meg énekes. És akkor én voltam 19-20 éves, úgyhogy a Sanyi egyből fölkarolt. Én őt a mai napig zenei apámnak, mentoromnak tekintem. Annyi mindent tanultam tőle a profi zenélésről, hogy a mai napig köszönetet tartozom. Egyébként ott fog ülni a VIP páholyba, és a számára lesz egy meglepetés, mert egy Dixielandet is játszunk. Akkor ezt nem áruljuk mi el. Mi nem árulom el, csak így a televízióban, úgyhogy nem érdekes. A egyik Médi Hungerit, a Drágám című számunkkal az Dixieland, és azt hiszem az 77-ben az volt. 76-ban volt, 76, mert azt én megnéztem, mert előtte 75-ben akkor a Tessék Választani volt. Igen. És akkor ott mivel voltatok első? A Hullazán Sárult Levél. A Jöjj Hozzá. Vagy a Jöjj Hozzá. Már keverem, mert négyet nyertünk. Hát, mert annyit nyertetek. Hát most mit csinálj? Egyébként a magyarországi sikerek mellett azért jártátok a világot rendesen, függetlenül attól, hogy akkor a szakma és a szakma, hogy is mondjam, csak nagy lelkű főnöke, dr. Eldős Péter, nem biztos, hogy... Rossz emlékeink vannak róla. Jó, én nem is akarom nem ezt felhozni. Egyáltalán nem, csak azt viszont tudom, hogy neki voltak favoritjai. Ők is lehetette a mi lemezkiadásunkat. Hát a nagy lemezetek, mikor megjelent az első, az hajjaj. Addigra mi már országos sztárok voltunk. A kis lemezekből 10 000-ek fogytak, 100 000-ek, igen. És azt mondta, hát egy ilyen, kérem szépen, egy ilyen kísérő zenekarnak nem kell, mert ő azt mondta, hogy mi kísérő zenekar vagyunk, tudnélik. Mi akkor a 70-es években olyan kuriózum volt az, hogy 20 éves zenekari srácok stúdióképesek kottát olvasnak. Hát mi mindannyian szimfonikus zenén nevelkedtünk, tanult zenészek voltunk. Tehát gyakorlatilag tudtunk zenélni. Ezért tudtunk szimpatisót csinálni a könnyű zenébe, mert nem azt kellett figyelni, hogy most ez itt egy G-dur, vagy C-dur, vagy most mit fogok, meg minden, hanem azt csináltunk, amit akartunk. De ugorjunk a szimpatisóra. De várjál csak, igen, még én azt mondom, hogy a Erdősnek az nagyon nem tetszett, hogy mi minden évben bennültünk a fesztivál nagy zenekarába. Igen. És ott ültünk a Berki Gézáikkal, és ott gitároztunk. Na az ő szemébe ettől mi kísérő zenekar voltunk, és ennek minek nagy lemez. Óriási tévedés, mert ha nyugaton a Beach Boys beült egy ilyenbe, mert igen, a Chicago-ban minden, az akkor az országos vagy világhír volt. Igen. Nálunk meg ledegradált ízét, tehát ezek kísérő zenekar. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy a Kovács Katinak is késett a nagy lemeze. Így van. Na de visszatérve... Nem az ő istálójában volt. Persze. Na, de visszatérve ezekre a dolgokra,
És amit tulajdonképpen elkezdtem, hogy hát sok-sok millió lemezt adtatok el, és nem csak itt, hanem külföldön is. A külföldi turnék, azok hogy csapódtak le itthon? Mert azt mondod, amikor végre volt nagy lemez, és már rég sikeresek igen. voltatok, és közben jártátok a világot. Igen. Nem tudom, hány millió lemezt adtatok igen. el kint is, ugye? Hát csak egyedül a former Szovjetunióban. Igen, a diadalmasban. Igen, a diadalmas Szovjetunióban 8,5 millió lemezt adtunk el csak ott. Hát ez Elvis Presley méret, szóval ez hihetetlen. Az itthoni lemez de a jogdíj az nem volt Elvis Presley méret. A jogdíj az akkor még ők nagyon-nagyon szerencsétlen módon nem voltak benne az Európai Jogdíj Egyezményben, úgyhogy ők voltak azok a kalózok, akik nyomták a lemezeket millió számra, és nem fizettek jogdíjat. Majd a 80-as évek elején beszálltak, és akkor már dalonként adtak valami 2/10 kopejkát, úgyhogy volt olyan, hogy 100 000 eladott lemezért kaptunk 47 forint 80 fillért, szóval egy röhely volt. Na, de nem szóval ez az volt az érdekes. Azért is mondtam, hoztam. De sok lemezt eladtunk. Na, hát. Nagyon, nagyon. Azért is jutott eszembe Kovács Kati, mert meg ugye a kísérő zenekar és a színpadi só, hát azzal sem sokan dicsekedhetnek, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül, és most nem azt mondom, hogy kísérő zenekar, hanem a Kovács Kati, a Kós és a Hofi Géza mögött, mellett ott voltatok a kis madácsban, illetve a madácskamarában. A madácskamarában is, de egyéb műsorokat. Mi nyertünk egy televíziós versenyt, a Slágerkupát így együtt, így négyesbe. Tehát ez, azt mondom, ez egy baráti csapat volt. Ez most mindegy, hogy mi hol léptük fel, és milyen fórumon. Ez egy baráti csapat volt. Hát most lesz ez a, ugye a jubileumi koncertünk, hát mit gondolsz, kiket hívtunk meg sztár vendégnek? Hát a frissen Kossuth díjat kapott Kovács Katit, elengedhetetlen a barátság és a szeretet miatt. Hát a Jani, meg 50 évig a barátunk volt, most egy ilyenből nincs szívünk kihagyni. Köszönj fel a születésnapján, most 21-én van. Én ott voltam, hogy volt felvételén, és fölköszöntöttem, tehát 77 éves az öreg. De nagyon aranyos volt, jól tartotta magát. Hát Hofi már sajnos nem tudott. Hát a Hofi az már nem, igen. Na, és azt akartam mondani, hogy itt most tudod, hogy a egymás után tartják a zenekarok a 15-20, 25 meg 50 éves, az már kevesebb ilyen jubileumi koncertet, és mintha egy picit ez nem lenne olyan jelentős dolog. És a Hofi egyszer, amikor a 60 éves születésnapján pont a Madács kamarába hozták ki neki a díjat, a hivatalos elvtárs is odaadta neki, hogy hát valamilyen munkaérdemre, nem tudom micsoda, művészeti díjat, már nem emlékszem, és a Géza úgy elhárított, de átvette, hogy hát a 60 év az nem érdem, hanem az egy állapot. Ezt nem kell díjazni. Na most én meg ezt az 50 évet a zenekarra mondom, hogy ez nem érdem ez állapot. Egy zenekar életében az 50 éves együttmaradás az egy nagy érdem. Bizony. Tudnilik, hogy ott különböző embert a családokkal együtt tartani, egymás rigójáit eltűrni, egymás zenei stílusához alkalmazkodni. És ezt 50 éven keresztül úgy összehangolni és tolerálni. De külföldön ez, sincs ilyen a Rolling Stones, de ez, egyébként. Igen, Beach Boys talán még, meg ezek a nagy bandák, akik úgy együtt maradtak, igen. A másik dolog, hogy most szó szerint mondom, igen. azért is veszem ide a papírt. Na. Azt mondtad, hogy az ember addig él, amíg céljai, tervei vannak. Hát ebben benne ez van a kérdés tulajdonképpen, mert a rendben van, most itt van ez az a jubileumi koncert, meg egy csomó, de hát az ember addig élt, és hát te igen. dolgozol is mellette, tudom. Igen. De most ez lezajlik, és utána tovább egyenesen az zenekarra? Nagyon sok zenész barátunk mondja nekünk azt, hogy ez a koncert nem egy korszak lezárása, hanem ez egy újfajta korszak, egy másfajta minőségibb korszak kezdete. Tehát nekünk most nem arra kell ez a koncert, hogy a napi megélhetési gondjainkat megoldja, mert erre készültünk május óta, és még 2 fillért nem kerestünk vele. Tehát nem arra van, hanem ez igazán, ha én most azt elmondom, hogy engem ez tart egészségben, jókedvben, és ez tart életben, hogy most erre készülünk, és nap mint nap rohangálunk mindenhova, és próbálunk, és interjúkat csinálunk, és most hajtjuk, hogy legyen közönség, hogy tele legyen. Ne csak mi legyünk jók, hanem a közönség is érezze marha jól magát, tehát most minden ezért megy, és ez egy nagyon felemelő érzés. Na most lehet, hogy igazuk van, itt több zenész barátom mondta, nagyon nagy zenészek, hogy Tóni, jövőre nem fogjátok tudni levakarni a fellépéseket. Az biztos. Na most ilyenkor kell azt mondani, hogy minőségi válogatást csinálunk. Erre a helyre elmegyünk, mert ez nagyon jó, ez itt érdemes játszani. És hát eleve ugye ugyanúgy, mint a többi, most idézőjelben, tehát nagy zenekar, hát olyan kis helyekre nem is tudunk elmenni, ahol már maga a hangbeállás, a fénybeállás, a színpadbeállás az egy óra, másfél óra, mert ott egy ilyen pörgős műsorra nem lehet elmenni. Tehát csak olyan helyekre szabad elmenni, ahol a megfelelő méltó megszólalás biztosítva van,
És hát amik nagyon jelentős. Na így a végén, mert ugye azzal kezdtük, hogy ismét együtt a zenekar, ismét a koncert. Sosem voltunk ilyen boldogok, és nem játszottunk ilyen jól soha. Az elképzelhető, el is hiszem, de ide kapcsolódik mindenféleképpen a kérdés, hogy tulajdonképpen ez az omegások szokták mondani, hogy soha nem oszlott föl a zenekar, csak voltak szünetek. Igen. Na most a ti esetetekben is ez van? Ez volt, igen. Uh-huh. Volt egy ilyen stand-by állapot, méghozzá megmondom mennyi. 85-ben voltunk az utolsó nagy külföldi turnén is, meg hazai magyar Hallóit Balaton műsorban. Uh-huh. Tehát 63-tól 85-ig minden nap, minden éjjel, minden nap. 85-ben bevonultunk, mondjuk 83-84-85-ben a Madács kamarába a Gézával, igen, ami igazán nem rólunk szólt, hanem a Gézáról, és ott szépen bekényelmesedett a zenekar. Na most, én onnan 89-ben eljöttem, mert már nem bírtam ezt a bekényelmesedett tempót, én többet akartam szerepelni a színpadon. A zenekarnak nagyon jó volt, beültek, a Géza mókázott, de a siker nem amilyen volt igazán. Én akkor elkezdtem egy kis zenekarra a szólót, énekelést csinálni, minden. Ugye 2002-ben szegény Géza meghalt, és a zenekar minden tagja a zenei pályán maradt, de az egyik elment Amerikába, a másik Franciaországba, a harmadik az Operettszínházba, ketten a Studio 11-be, az elment hajóra játszani, én itthon maradtam, és csináltam a kis szólóénekesi karriert. De mit csináltam? Az Express nótákat énekeltem. Tehát igen. Nem újakat írtam, nem akartam felfedezni újra a világot, és most, tehát mindenki a zenei pályán, most újra összejöttünk, borzasztóan örülünk egymásnak, hát ilyen 20 évek távlatából, és olyan örömmel, amikor megszólaltak újra hangszerek, és mondom neked, hogy nagyobb kedvel, nagyobb lendülettel játszunk, és érettebben, jobban, lenyugodtabban, és olyan szeretettel, tehát annyira ragaszkodunk egymáshoz most, mint a rég nem látott testvér. De azért a próbákon nagyon kell figyelni, és akkor én ezt mindig szóba hozom, hogy ha olyan zenésszel vagy énekessel sikerült szót váltanom, hogy sok-sok évtized munkával és sikerrel a háta mögött, szokott-e még, szoktál-e még például skálázni? Muszáj. La-la-la-la-la. Igen, muszáj. Először is, most először Fehérváron... De te nem dohányoztál, ugye? Soha. Azért mondom, hogy... Először is Fehérváron lesz egy nagy sportcsarnoki előadásunk 7-én, aztán jön a Szimacsarnok. Ott közel három órát kell énekelnem. Bizony. Mondjuk a vendégeket leszámítva 2,5 órát kell énekelnem. Tehát erre itt a próbákon is komolyan kell énekelni, hogy a torkom több év után be legyen trenírozva a 3 órás menetre is, ne csak az ilyen falunapos 40 percekre, mert arra be volt. De most be kell újra programozni a torkunkat és mindent. Azon kívül mi már azért ilyen korba, ilyen rutinnal, ilyen visszatekintéssel és ilyen, mondjam azt, hogy tekintéllyel és hírnével, mi rosszat nem adhatunk ki a kezünkből. Így tehát van. Itt azért a próbákon kell úgy játszani mindig, mintha az életünk mondja rajta, hogy színpadon lennénk. Ezt mondom a srácoknak minden próbán, hogy nem ellazsálni a próbát, és ott közben olvasgatni meg minden, mert azért volt ilyen a Studio 11-ben, hogy közben a Ludas Matyit olvasgatták és játszottak. De nem szabad, nem. Itt úgy kell, mintha az életünkért küzdeni, mert mi a kezünkből már csak jót. Ilyen öreg fejjel már csak nagyon jót. Igen, nagyon jót, és az a jó, és az a nagyon tisztességes, becsületes és nagyszerű dolog, most művészileg mondom, igen, hogy ti soha az életben nem fetrengtetek Sztárgörcsben, mint manapság nagyon sokuknál tisztelet a kivételnek előfordul, igen, hogy 3 nóta után már azt hiszi, hogy hú, nem, meghódítom nem, nem, a világot, ti soha nem voltatok ilyenek. És annak még egy dolog eszembe jutott így az utolsó percben, hogy minden banda annak idején, mikor indultatok, hát megvolt hosszú haj, meg később bőr, meg szegecs, meg minden, és ti pedig mindig elegánsan, gyönyörűen, nyakkendben fölöltözve voltatok. Most ezt tudatosan csináltátok, hogy ilyen úri fiúk legyetek? Tudatosan. Mi van, egyszer valaki egy ilyen tévéfelvétel kapcsán valamelyik rendező, már nem tudom, hogy Deák Tomi vagy, nem tudom kicsoda, azt mondta, hogy gyerekek, ti vagytok a magyar zenében az elegáns úri fiúk. Tehát az elvadult elegáns úri fiúk, mert azért a zenében elindultunk, meg minden, de hát az elegáns, elvadult úri fiúk, és ezt tartottuk, és ezért mindig megpróbáltunk konszolidáltan viselkedni, és minden külföldön hát is, tényleg balhéjtok nektek ilyenek soha, nem voltak, nem. Meg ilyen. Lehet, hogy ez volt a hiba, kevés volt körülöttünk a balhéreklám. Akkor de nem hát... biztos, hogy itt tartanátok. Hát így van. Na, Tóni, akkor én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és az előbb, amikor mondtam, hogy mit mondtál, volt egy másik mondásod is. Igen? És feltételezem azért is, hogy ilyen jó hangulatban, mert jó fizikai állapotban is, mert valahol egyszer azt mondtad, hogy minden nap drukkolok, hogy másnap szép idő legyen. Ez igaz, ez is hát igaz. Hát ez egy életfilozófia. Igen, és ez egy életfilozófia, igen. Tehát gyakorlatilag azt sugározza, hogy én optimista ember vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Nagyon jól esett a beszélgetés.
szél, és én csak ballagom. Körülöttem hulló csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem, merre mentél, kedvesem. Esik eső, és én ballagom. Néhány elmúlt percre gondolok, kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet? Többé már nem sírok, úgy hidd el, téged senki sem, mint ahogy én síratlak azóta is szüntelen. Yeah.